Sziasztok, üdv mindenkinek, innen a hideg garázsból. Mai tesztalanyunk nem más lesz, mint ez a kínai dízel fűtés. Ugye, aki nézi a csatornát, már látta, hogy a lakóautóban igazából régóta használok dízel fűtést. Igaz, nem ilyen kínai verziót, mert abba, amikor én vettem még, akkor nem lehetett kapni. Igazából két a német webasztó és az orosz planár között lehetett választani. Borsosabb áron, ha jól emlékszem, én annó 188 ezer forintért vettem az én dízelfűtésemet, ehhez képest ezeket a berendezéseket már potom összegért, ilyen 40 ezer forint környékén megkaphatjuk, árfolyamtól függően, ugye euró árfolyamtól függően. Na de a lényeg, hogy ez már egy ilyen kis készszerelt verzió, mint láthatjátok, ugye benne van egy ilyen kis cuki dobozba. Voltak ezeknek már korábban olyan verzió is, ami ilyen magasabb volt, ugye ennek az oldalán van itt az üzemanyag tank, és egy kicsit talán másabb, teljesítményre 5-8 kW-ot ígér fűtő teljesítményre, és természetesen gázolajjal működik. Hát, hogy mennyire gazdaságos vele fűteni, az már megint egy másik kérdéskör, majd meg fogjuk nézni, hogy mennyit fogyaszt. De most így előjáróba csak nézzük meg, hogy mégis mit kapunk a dobozba, vagy hogyan lehet ezt kivitelezni, hogyan is működik, aki esetleg nem ismerné. Már bátorkodtam kibontani a dobozt, úgyhogy most ettől tekintsetek el. Itt egy igazából benne volt így simán egy ilyen karton dobozba, jól kibélelve, és a következő tartozékokat kapjuk hozzá, ugye egyszer egy ilyen kipufogócső acélból körülbelül, hát ennyi lehet ez. Egy szűk méter cső, illetve kapunk még hozzá ugye egy levegő beszívó csövet, szintén egy ilyen kisebb darab, ez valószínűleg egy kihúzható, ez is körülbelül egy szűk méteres darab, illetve ez is opcionálisan nem muszáj használni, de ugye amit ide tudunk húzni egy ilyen kifújó cső részt, ezt is valamennyire szét lehet húzni, szerintem max egy méter, ugye belül alumíniummal van bélelve, kapunk még egy ilyen hogy hívják mi ez, kipufogó dobot, ugye egy ilyen rozsdamentes anyagból, hogy csökkentse a kipufogónak a hangját, mert egy kicsit olyan hangja van, majd meg fogjátok hallani, amikor beindul, mint egy repülőgép hajtómű, vagy az enyémmel mindig úgy csúfolóztam, hogy beindult a sugárhajtómű, főleg amikor indul befele, akkor ugye eléggé egy ilyen sűvítő hangja van, de utána az később elcsendesedik. Kapunk még mindenféle ilyen bilincseket, meg kapunk még ilyen kipufogó dobot, ugye ez egy ilyen hangtompító, bocsánat, nem a kipufogó, hanem a légbeszívó részre végül is egy levegő szűrő dobot, ugye, hogy ne szívja be a levegőt, mármint a szennyeződéseket, és akkor a levegőt azt szívja be, és így kér ilyen tappancsokat, amit pedig ide az aljára tudunk így rá applikálni. Úgyhogy ennyi van a dobozban, na meg persze egy távirányító. Hát súlyra körülbelül olyan 5 kg körül lehet, így szárazon, tehát üzemanyag nélkül. 15 amperre van szüksége, ugye 12 voltos a ketyere, és ugye itt lehet megtáplálni, van hozzá egy kis biztosíték doboz is. Alap esetben ugye nem kapunk hozzá 220-as tápegységet, de kínai barátaink voltak olyan kedvesek, és kérésemre elküldtek egy tápegységet is hozzá. Igaz, ez lehetett olyan szedbe is kapni, ami alapból a készlet része, itt nem volt a készlet része, tehát külön érkezett, de igazából egy 15 amperes, 12 voltos tápegység. Ugye a 15 amper az csak azért kell, amikor indul befele, van benne egy ilyen izzító gyártya, az elején viszonylag nagy áramot vesz fel, mármint ha így akkumulátorról beszélünk, ez a 12 volton 15 amper, de egyébként elhanyagolható az elektromos fogyasztása, főleg, hogyha így garázsban használjuk, de még akár ha autóban is, akkor is igazából elég keveset teszik az aksiról. Korábban egy ilyen Siesta KH-val fűtöttem a garást, mindjárt majd kirakok ide hőmérőket, és akkor megnézzük a tesztkor majd, hogy ugye milyen hőfokok uralkodnak a garázsban, és hogy mégis mennyire tudja kifűteni ezzel a tápegységgel. Igazából rákötetek aksira is, de én most ezzel a tápegységgel fogom meghajtani, mivel most nem mobil eszközben fogjuk használni. Na, gyertek közelebb, és akkor nézzük meg még egyszer ezeket a tartozékokat, meg hogy is fest közelebbről a dolog. Na szóval, itt van ugye maga a ketyere, itt a fújónyílás, tehát itt fújja a levegőt. Igazából lehet ezekből kapni olyat is, ami nincs benne ebbe a dobozba. Most nem fogom szétszedni, de körülbelül maga a dízel fűtés része egy ilyen ekkora egység benne. A többi igazából az üzemanyag tank. Itt, ha alulról megnézzük, akkor láthatjuk is, hogy ugye itt van az egyik a kipufogónyílás, a másik pedig a levegőnyílás, ugye nagyon kicsit átmérőben másabb, úgyhogy nem fogjuk tudni összekeverni. Itt található még egy mágneses pumpa benne, ami egy ilyen kattogó hangot hallat, amikor működik.
tehát egy ilyen tik-tik majd meg fogjátok hallani, ezt én ugye már ismerem az én fűtésemben, valószínű, hogy ez is azon az elven működik, vagy teljesen azon az elven. Ugye itt található egy üzemanyag tank, aminek a kapacitásáról nincs információ, valószínű ilyen 5-6 literes lehet. Most egy pár liter gázolajat vételeztem itt a benzinkúton, úgyhogy majd meg fogjuk nézni, hogy mennyi, nem fogom teletölteni, de hogy mégis mennyit csippant be mondjuk egy óra alatt, vagy hogy mennyire lesz elég mondjuk egy liter üzemanyag. Ugye itt ez a rozsdamentes acélcső, itt a, amit az előbb említettem, ugye meg a többi cső, hogy így közelebbről is lássátok. Hát anyag minőségben azért, na hát megteszi, de azért nem egy ilyen túl combos, bár nem tudom, hogy milyennek kéne ennek lenni. Itt találjuk ugye a kipufogó dobot, mindenféle felfogatókkal, meg csavarokkal, majd mindjárt ezt is összeaplikáljuk, illetve itt van még egy halom bilincs, meg ugye a levegő szívó rész. Most a fontosabb tartozékokat itt kivesszük, ugye ez megy rá majd erre a csőre, mindenféle bilincsekkel, meg ilyenekkel, és nekem az a terv, hogy itt a garázsban van egy ilyen kutya ajtó, és akkor ott fogom kidugni a kipufogó gázt, vagy a kipufogó csövét, illetve hát a levegőbeszívó csövet is érdemes kivezetni, hogy kintről szívja az égéshez szükséges levegőt, bár ez azért nem annyira létfontosságú, a legfontosabb a kipufogó gáz, de ha mondjuk autóba szereljük, akkor mindenképp ezt is vezessük ki. Itt a garázsban szerintem lesz annyi szellőzés, hogy ezzel nem lesz gond. Itt pedig találjuk magát a kipufogó dobot, amit majd szintén felszerelünk ide a csőre, hogy belehúzzuk, és akkor rábilincseljük. Hát ide igazából én régen használtam kipufogó pasztát közé, ez most itt nem lesz, de reméljük annyira nem fog szerelni, illetve egy ilyen univerzális mindenféle, hát mindenféle ilyen kínai riasztóhoz, meg ilyesmi, ezt találunk távirányítóhoz, vagy találunk ilyen távirányítót, kapunk általában hozzá, egy on-off gomb és egy plusz-minusz, és nagyon praktikus ez a kis ráhúzók, hogy nehogy véletlenül megnyomjuk a zsebünkbe. Ezek pedig, ezek a tappancsok, amiről beszéltem, hogyha mindjárt így az oldalára borítjuk, akkor ugye ide tudjuk valahogy így applikálni, így belehúzni, és akkor így le tudjuk fogadni a padlóra, hogyha beszeretnénk építeni. De hogyha mondjuk autóba építenénk be ezt a verziót, akkor találtok a honlapon ugye majd olyat is, ami nincs benne ebbe a dobozba, de igazából ezt is szét lehet szedni, és igazából ha elég a kábel, meg maximum egy kis üzemanyag csövet kell hozzávenni, hogy hosszabb legyen, és akkor megtáplálhatjuk az autónak a gyári tankjáról is, már mint a dízel az autó, és nem benzines. Itt találjuk a kijelzőt, hát többféle kijelzővel lehet kapni, igazából így le is tudjuk így pattintani, majd erre kíváncsi leszek, hogy mit tud a kijelző, majd később, hogyha adunk neki áramot, akkor meglátjuk, úgyhogy most szereljük össze, és akkor nézzük meg, hogy hogyan is muzsikál. Ezt már látom, hogy itt a hozzáadott bilincsek beaplikálása ide, hát nem lesz egy egyszerű feladat, és mégse. A mérnök urak itt gondoltak erre, hogy itt felülről van egy ilyen szerelő nyílás, és akkor így oda tudunk férni a csavarhúzónkkal. Na mégiscsak ki van ezt találva. Na, és igazából el is készültünk az összeszereléssel. Hát én most igazából ráraktam ezt a csövet is, ugyanis nem árt tudni, hogy ugye innen szívja be, sajnos a szívó oldalra nem tudjuk rakni, bár maga a kialakítása ugyanilyen itt a fűtésnek, de ugye, mint láthatjátok, le van burkolva egy ilyen fix lemezzel, úgyhogy ott nem tudjuk ráhúzni, vagy egy ilyen fix műanyag lappal, így ez miatt a burkolat miatt. Hát maradt még itt ki egy-két ilyen csavar, meg felfogató, ez nyilván ahhoz kellene, hogyha valami fix helyre, ugye ezzel a bilincsel még oda tudjuk a kipufogót rakni, vagy akár a felfogató, vagy a légbeszívót ugye az autóra, vagy ha valami fix helyre telepítjük, és mivel én ide csak a macska vagy kutya ajtóhoz fogom rakni itt a garázsba, így egyszerűen ki fogom dugni. Ugye ennél a típusnál hát hátrafele nem tud kimenni teljes mértékben a cső, ugyanis itt nincs elég hely, vagy ha még van is, akkor is ugye itt a műanyag miatt nem igazán érdemes kivinni, hanem inkább itt a fém alján, úgyhogy egy kicsit ilyen oldalasan fogom elhelyezni a dolgot. Ezeket a szerelvényeket addig itt félre rakom. Mint láthatjátok, egy 15 amperes adapter, 12 volton. Na most ezen van egy ilyen csatlakozó,
Hát igazából reménykedtem benne, mivel ez konkrétan ehhez van, hogy itt így össze tudjuk dugni vele. Mindjárt szétszedem itt a vezetéket, és hát igazából sajnos nem, mert ugye bármennyire is ez valami csatlakozónak látszik, de igazából ez egy biztosíték, tehát ide nem fogjuk tudni csatlakoztatni. Úgyhogy hát mindjárt én ezt itt levágom róla, és akkor egy jó kiállású csokival össze fogjuk kötni. Természetesen, hogyha akkumulátorról használjuk, akkor ide helyezhetünk akármilyen sarut, vagy a járműnek az aksiára, vagy a mellé rakott aksiról is meghajthatjuk. Természetesen itt ennél a sorkapocsnál, vagy nevezzük csokinak, ugye a sodrot vezetékhez használjunk érvékhüvelyt, vagy pedig cineljük meg a vezetéket, vagy forrasszuk össze. Most ettől eltekintek, mivel csak most ideiglenes kipróbálásra lesz itt összerakva egyenlőre. Ezen a macska kutya ajtón fogom itt kidugni, ugye egy ilyen lengős történet. Mindjárt ezt egy téglával kívülről fel fogom ékelni. Nyilván, hogyha majd itt ezt így használni fogom, akkor érdemes betenni ide valami lemezt. Vagy hát ez az ajtó is hajdanán tartalmazott az egész hungarocát, de itt már az idős folyamán ugye leesett egy-két darab, de most tekintsünk el, de mindenképp, hogy itt is ugye ne húzatoljon, de azért a kifogó cső az elég meleg lesz, úgyhogy a hungarocát simán megolvasztanám, mindenképp valami kőzetgyapot, üveggyapot, vagy valami lemezt kell majd ide applikálni, ugye két lyukkal, de hogyha autóba is szereljük, tehát a padló lemezen keresztül, akkor mindenképp figyeljünk a szigetelésre. Én az én autómnál, amikor beépítettem egy ilyen üvegszálas anyagot, illetve üveggyapotot tekertem rá, és ilyen alumínium szalaggal tekertem körbe. Na, közben a macska még bejött utoljára az ajtón, vagyis legalábbis most egy darabig nem fog kimenni, meg bejönni az ajtón. Na, úgyhogy ki is dugom itt a történetet. Ez 3 liter üzemanyag, annyit vételeztem, de mindjárt meg fogjuk nézni, hogy ugye kijöntök itt egy flakonba, hogy megpróbálok kimérni egy litert, és most ki kezdetnek egy litert fogok belerakni, hogy ugye megnézzük, hogy mennyit is eszik a kicsike, így, vagy meg, hogy mégis mennyire fogja befűteni a szobát, vagyis a garást. Mindjárt megnézem, hogy hány fok van egy referenciának, külső-belső hőmérsékletben, és akkor induljon utána a teszt. Nem tudsz most kimenni, itt tudsz kimenni, macska. Na, sikerült találnom egy jó kiállású 1 literes ásványítás üveget, úgyhogy most ebbe megpróbálom belejátszani kint ezt a gázolajat, mert hát nem nagyon szeretem a gázolaj szagát, legalábbis a kezemen. Hőmérséklet az most itt bent a garázsban, remélem látszik, 8,9 fok, lehet, hogy nem bírod a fókuszálni a kicsike. Na mindegy, higgyétek el nekem, hogy 8,9 fok. Na, megyek ki, és akkor beleöntöm a gázolajat. Na, sikeresen csak sikerült mellé önteni egy kicsit, úgyhogy hál' Istennek jó gázolaj szagú lett a kezem. Hú, király! Nem is értem, miért nem vettem fel egy kesztyűt. Na, most pedig csatlakoztassuk itt az áramforráshoz. Már majd megfagyok. Na, a kijelző az már világít. Úgyhogy ez már mindenképpen jó jel. Nézzük, próbáljuk begerjeszteni. Na, már kiírta, hogy on. Ellenőrzöm a kábeleket, hogy biztos minden jó legyen, hogy elégessünk valamit, de jónak néz ki minden. Hát sokan ezt ugye egy az autó mellé rakják ki, és akkor itt szívja befele a levegőt, ugye folyamatosan hideg levegőt szív, ugye, hogyha az autón kívül helyezzük el, de itt ez esetben ugye most bentről szívja és fújja, bár némileg ott szívhat kintről is, de na nézzük, egyenlőre még a üzemanyag pumpának semmi hangja nincs. Már itt mutatja, hogy megy, de ugye el kellene majd kezdenie kattognia. Egyébként a szintjelző az valahol itt van, tehát ezzel az 1 literrel a skála szerint már látjátok, olyan félig mutatja, de a tankba belekukkantunk közben. Olyan, hogy jól ráhúztam. Mégis meddig lehet? Hát éppen az alján kandikál egy kicsi, úgyhogy még bőven belemegy szerintem egy 4-5 liter, 5 biztos. Na, hát akkor, aha, most jön a kattogás. Most nyomja az üzemanyagot, és akkor majd utána mindjárt felbőg.
kívülről is megvan a kis sűrítő hangja. Egyelőre füstnek nyoma sincs. Az elején még elképzelhető a rég is nekem, ami már meg volt füstölt egy picit az elején, hogy még leég belőle az olaj, vagy ilyesmi még első használatko, de aztán elég füstmentesnek kéne lennie. Kicsit hullámzik. Aha, elkezd melegedni. A külső hőmérséklet ott még mindig 2 fok környékén van. Hát egyelőre úgy néz ki, hogy jól működik a dolog. Már kezd egy kicsit langyos levegőt nyomni. Mindjárt nézek egy időt, hogy hány óra van. 18 óra 36 perc. Úgyhogy innen indul a teszt. Igazából 1-2 perc indult el, úgyhogy legyen mondjuk 18 óra 34. És akkor megnézzük, hogy ezzel az 1 liter üzemanyaggal meddig fog menni. Közben nézünk itt lakatfogóval egy átfolyó áramot. Látszik, hogy már most 1,5 amper, ugye túl vagyunk az indításon. Szépen veszi vissza a teljesítményt, mindjárt adunk majd az érzésnek. Mondjuk pont az izét nem néztem meg az indító áramot, de ilyen 1,5 amperre lehet, hogy tök így alapjáraton. És mondom még egyszer, 8,5 fok. Én ezt ide fogom tenni, hogy ne nagyon fogdossam. 8,5 fok. És akkor megnézzük, hogy mennyit fűt. Ugye, mint említettem, korábban ezt a Siesta Kaihát használtam, ugye egy gázpalackról. Ez is nagyon jó meleget csinál, de ugye ennek hátránya, hogy párásít, illetve bentről használja el az oxigént. Meg azért mégiscsak mobilisabb ez a kis kütyű. Ugye ezekben általában 2 féle verzió szokott lenni, legalábbis az enyémben, amit eddig használtam. Az egyik az, amikor hőmérsékletre állítjuk be, tehát hogy hány fokos levegőt csináljon, vagy hány fokos hőmérsékletre fűtse be a helyiséget, és akkor addig maxon megy, utána pedig visszaveszi magát. A másik pedig a konstans érték, tehát amikor egy 1-től 10-i skálán állítgatjuk, hogy menjen, ugye attól függ, hogyha például hajón, vagy ilyen nyitott kabinú valamivel használjuk, akkor ugye a hőmérséklet részét nem tudjuk használni a hőmérséklet érzékelőt, és általában itt is a beáramló levegőnek a hőmérsékletét nézi, amit beszív, és ugye ahhoz viszonyít. Közben már egyébként kellemes meleget nyom. Már mondhatni jó forró a levegő. A cső hőmérséklete már ilyen 60 fokos. Még éppen megbírom fogni. Egy nagyon pici új szaga van, de semmi vészes, ilyen nagy égett szag. Remélem, hogy hamarosan levehetem a sapkát is, mert már eléggé meglevesedett az orrom itt az összeszerelés és az eddigi beszéd közben, úgyhogy reméljük, hogy nem soká melegebb lesz. Közben egyébként látszik, hogy a maximális fordulaton 3 amperbe harap bele körülbelül, annyi áramot vesz fel. Na, és akkor most így hagyom maxon, közben indítok nektek egy timelapse felvételt, a hőmérő benne lesz a képbe. Sajnos órát nem tudok most odarakni, de megnézzük, hogy meddig megy, majd én ezt fogom konstatálni, hogy mikor áll meg, mert itt leszek kint a garázsba, hogy hát 1-2 óránál nem hiszem, hogy többet menne, maximum 2 tarok neki, abból kiindul, vagy az enyém legkisebb fordulaton 2 decit eszik óránként, tehát akkor mert az egy fél litert megeszik így max fordulaton, elvileg 8 kW-nak kéne így lenni, tehát 5 és 8 között lehet állítani a teljesítményét, úgyhogy szerintem így azért egy 2 orosz alatt meg fogja enni. Na, indítom is nektek a timelapse-et, és akkor nézzük, hogy fogja bírni. Nem sok van benne, látjátok, de még egy kicsi mindig van. Na, most mint a hallanék valamit, hogy kezd ilyen fura hangja lenni. Na, effektíve már vége van, mivel nem fúj már meleget, csak hideget, vagy egy nagyon picit még langyos, de ez már csak a maradék hő. Úgyhogy hát gyakorlatilag a tesztet azt szerintem akkor így egyezzünk meg mondjuk 3,5 órába.
tehát szerintem most így befejezetnek nyilvánítom. És hát szerintem elmegyek aludni, aztán majd holnap folytatom az elemzéssel, meg ilyesmi. Na, most vette észre, kíváncsi voltam azért, hogy mi van, de most észre is vette, hogy elfogyott a nafta, és szépen lassan leáll. Ahogyan én is, és megyek aludni. Na, mondjuk ezt még megvárom, hogy ez a, van egy ilyen hülye sípoló hangja. Ja nem, ez a tápegység. A tápegység így sípolgat, na nézzük, hogy... Hát igen, ebben a 8 amper. Aha, most abba hagyta. Hát a 15 amperes táp azért 8 ampernél már nyekergett, elég rendesen. De mondjuk melegnek nem meleg, hát nyilván csak egy nagyon picit kapta egy a terhelést. Na eljött a reggel, kihűlt a garázs, újra hideg van, előkerült a sapka és a kabát, és terítéken újra ez a kis dízel fűtés. Ugye hát a tegnapi kicsit már elfáradtam, és kicsit így fish aggyal átgondoltam, meg átszámoltam itt a dolgokat. Egyébként ami mellette szól, hogy tényleg ár-érték arányban nagyon jó az árával, tehát töredékért megkapjuk egy magasabb kategóriás, márkásabb dízel fűtéshez képest. Nyilván, hogy élettartamon mennyit fog bírni, ezt nem tudom én sem megmondani így előre. Az anyaghasználatban azért vannak itt-ott elsporolt dolgok egy minőségihez képest, de mondom, igazából negyed vagy ötöd áron van egy ilyen márkás társához képest, és egy ilyen kis komplakt dobozban kapjuk meg, akár beépítve használnánk egy lakóautóban, lakókocsiban, vagy akár csak a garázsunkat fűtenénk vele. Úgyhogy szerintem ideális választás lehet. Nyilván kis átalakítást igényel itt-ott, ugye, hogy kivezessük a füstgázt, meg ilyesmi, tehát kicsit problémásabb, mint mondjuk egy Siesta Kályhát használni, amivel annál viszont sokkal biztonságosabb, ugyanis nem vezeti be ugye az égésterméket, illetve az égéshez szükséges levegőt is ugye kintről használja el, tehát így a szénmonoxid mérgezés veszélye minimálisra, vagy kvázi nullára csökkenthető. Ellenben viszont ugye van egy kis hangja, tehát azért hangosabb, mint egy Siesta Kályha. Van, aki mondjuk kívül helyezi el a műhelyen kívül, vagy falon kívül, sok ilyen videóban láttam én is, ugye nem úgy, mint én, hogy belül volt. Ezt is meg lehet oldani, viszont ebben az esetben határozottan javaslom, hogy a szívó oldalt, tehát ahol beszívja a levegőt, azt is egy ilyen hasonló csővel vezessük be, és egy körülbelül egy méterre minimum egymástól, tehát a szívó és a befújó nyílást, hogy ugye ne a saját levegőjét szívja vissza és keringesse, ugyanis ugye az nagyban ront a hatásfokán, hogyha kint a ugye vadhideg, mit tudom én, 0 fokos levegőt kell neki mindig felmelegíteni és tolni befele, mint hogyha ugye a benti már a 10-15 esetleg előmelegített levegőt, a szoba hőmérsékletét vagy a szoba levegőjét keringeti, mivel ez semmiféle káros hatással nem lesz, mivel az égés termék az a kipufogón keresztül távozik. Szóval ezt én mindenképp tudom javasolni, hogy vezessétek vissza a csövet, mind a kettőt, ugyanis ezzel sokkal meg tudjuk dobni a hatásfokát, hasonló, mint az autóknál ugye a belső keringetéses módban. Viszont egy-két negatívum ezzel kapcsolatban, és igazából egy, hát nem is negatívum, hanem egy kis csalás ugye a kínai gyártók részéről, az pedig nem más, mint a teljesítménye, ugye 5-8 kW-osnak hirdeti magát, ugye tételezzük fel, hogy ugye maximális fordulaton használva ugye 8 kW-tal használtam, tehát 8 kW-ot kellett volna, hogy leadjon, és ezzel szemben ugye utána számoltam némileg, ehhez segítségül hívom majd az előzetes számításomat. Ugye ezt tudnunk kell, hogy 1 liter dízelben 9,6 kW-nyi energia van, és ugye ez a fűtőberendezés 5-8 kW-i teljesítménynek állítja magát, így ugye 8 kW-on üzemeltetve, mivel maximum fokozaton üzemeltettük, tehát feltételezzük, hogy leadja a maximális teljesítményt, 2,5 órás üzemidőre volt képes, ugye ezzel a 20 kW-nyi és ezzel 20 kW-nyi energiát állított elő papírforma szerint, már ha 8 kW-t adott le. De ugye a valóságban, hogyha ugye ezt a 20 kW-ot elosztjuk 9,6-del, akkor ugye 2,1-et kapunk, azaz 2,1 litert kellett volna elfogyasszon ahhoz, hogy ugye ezt a hatásfokot hozza, tehát hogy ezt a teljesítményt le tudja adni.
ha csak nem, ugye jobb a hatásfoka, mint egy az egy, de hát tudtom ala, ennek nem jobb a hatásfoka, mint egy az egy, sőt, még ugye a kéményhőn keresztül is van némi veszteségünk, tehát még igazából egy az egyes sincs a hatásfoka. És ugye ezzel szemben a valós számítás, ami ugye a 9,6 kW-ot, azaz 1 liter gázolaj fűtértékét megszorozunk 2,5 órával, azaz 2,5-el, az 3,84 kW lesz, tehát igazából inkább a 4 kW-hoz van ennek köze. Egyébként ez egy rendhagyó is lehet, mert mondom, az én korábban használt dízelfűtésem, amiben van építve a lakóautóba, az is egyébként 4 kW-os, és általában ezeket 2, illetve 4 kW-os verzióban árulják, tehát mondhatni, hogy ez a nagyobb, de azért a 8-tól igencsak messze áll. Úgyhogy hát itt is egy picit, ahogy megszokhattuk már, hogy ugye a távol-keleti gyártók sokszor szeretnek csalni a teljesítménnyel, mind akkumulátorok, stb. Kapacitásában ugye mindig többet adnak meg, és ugye hát nincs itt más kép ennél sem, de egyébként ettől függetlenül egy kisebb műhely vagy lakóautó furgon befűtésére, még esetleg sátor vagy tetősátor befűtésére is alkalmas lehet, csak nyilván ugye itt sem az a cél, meg a, hogy mondjuk pólóban ezen a 15-20 négyzetméteres helyiségben pólóba szaladgáljunk ugye egy műhely esetében, hanem már egy pulóveres kicsit kellemesebb időt hozzunk elő. Nyilván itt az ajtószigetelése nálam nem volt az igazi, de a 9 fokról ilyen 16 fokig tudtunk felmenni a 3,5 óra alatt, de ismételten ugye ez a szigetelésen is rengeteg múlik, úgyhogy hát ennek tudatába vásárolja mindenki. A videó leírásában természetesen találtok egy linket, illetve egy kuponkódot, ahol meg tudjátok vásárolni ezt, illetve vagy különböző társait, mert mondom többféle kijelzővel, meg többféle verzióban lehet kapni. A kijelző bemutatásában, meg a távirányítóban most annyira nem mentem volna bele, mert azzal egy külön videót el lehetett volna tölteni, úgyhogy inkább a használata és így a tippek, trükkök, hogy hogyan érdemes használni, arra szerettem volna kihegyezni ezt a videót, úgyhogy ha tetszett, akkor ne felejtsetek el nyomni rá egy lájkot, illetve ha szükségetek van egy ilyenre, vagy használt vennétek, akkor szerezzetek be ti is egyet, így a karácsonyra vagy a télre. Úgyhogy minden jót nektek, köszönöm, hogy velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, illetve iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg. Minden jót nektek, sziasztok!